Ez itt egy finom, lassú, csípő átmozgató gyakorlat lesz. Lehet gyakorolni akkor, hogyha bármi fájdalom van a csípőben, és inkább akkor azt javaslom, hogy csak ennyi legyen a gyakorlás, illetve akár csípőprotézis esetén is. Helyezkedj el hanyatfekvésben. Nyújtsd ki a lábad. És a keres csontodat, tehát itt, azt tolj bele a talajba. És szép lassan emeld addig a lábadat, amíg a másik lábad a talajon marad. Hogyha nem tudod megcsinálni, akkor ide a térd alá tegyél be egy párnát. Emeled, és visszaengeded. Hogyha ez nehézséget okoz, akkor nem baj, hogyha a térd behajlik. Hogyha viszont tudod, akkor nyújtsd ki a lábad, feszítsd vissza a lábfejedet, és így emeld a lábadat. Föl, és vissza. Ebből csinálj meg 8-10-et, aztán jöhet a másik láb. Utána a behajlított lábbal emeled, és vissza. Figyelj rá, hogy a keres csont az nem maradjon a talajon. Ebből is 8-10-et, aztán meg lehet csinálni a másik lábbal. Utána fogd meg a lábadat, és finoman húzd oda a hasadhoz. Ha nem éred el, akkor így is húzhatod. És vissza. És utána a másik lábbal. Utána húzd fel mind a két térded, amennyire tudod, és egy picit közben gurulgathatsz az alhátadon. Ez jól ki tudja masszírozni a keres csontot. Csinálhatsz köröket, és ezzel körbe masszírozod a derekadat. Jól, nyújtsd vissza a lábakat, és aztán emeld fel a lábad, és akkor a köröket rajzolj, ahol még nem kattog a csípő, nem kattog a derekad. Próbáld meg a keres csontodat végig lenyomva tartani a talajon, aztán a másik irányba. Ez is 8-10, amennyi kényelmes. Hogyha tudod, akkor itt is kinyújthatod a térded, és visszafeszítheted a lábfejedet. A keres csont az nyomódik a talajba. És aztán persze lehet a köröket egyre növelni, akkor, hogyha nem kattog a csípő. És aztán jön a behajlított lábbal, meg is foghatod a térdedet, és ebből ne legyen egy ilyen billegés, hanem marad a keres csont a talajon, és csak így, csak addig, amíg nem kattog a csípő, aztán a másik irányba. És akkor jöhet a másik láb, azzal a kézzel fogd, amelyikkel kényelmes, nekem most az azonos oldali kézzel kényelmes. És aztán jöhet le. Jól, tedd rá a talpadat a másik combodra, a karodat tedd oldalsó középtartásba, és húzd le a combodat, egy kicsit nyújtsd meg itt a csípő külső területét, aztán gyere vissza. Ebben benne maradhatsz egy-két percig is, hogyha kényelmes. Jó, meg lehet próbálni óvatosan összetenni a talpakat, ez lehet, hogy így messzebb fog csak menni, attól függ a csípő, mennyire tud megnyílni, de ez már egy combcsont kifele forgatás, és akkor, hogyha megy, akkor el lehet kezdeni közelebb is húzni, egy picit meg lehet tartani,
hogyha bele szeretnél vinni egy kis ellenállásos nyújtást, akkor húzd a kezeddel magad irányába óvatosan a lábfejeket, a lábakkal pedig tolj el magadtól. Tehát hozz létre egy ilyen ellenirányú erőhatást, és tartsd meg egy 8-10 számolásig, aztán engedd ki, és akkor ezt háromszor meg lehet ismételni. Utána tedd le a lábakat a talajra, maradnak a talpak összezárva, és akkor pihenj így egy picit. Hogyha nagyon-nagyon kényelmetlen, akkor ide párnákkal alá lehet támasztani, olyan nagy párnát teszel be, ami meg tudja tartani a csípődet. Ez egyébként a nőknek a legnőibb gyakorlat, mert hogy ilyenkor elkezd az energia körbe-körbe áramlani a női szerveken keresztül, de nyilván férfiaknak is ugyanannyira jó a hatása. Jó, aztán hozd fel a lábakat, és hozd akkora terpezbe, mutatom, hogy terpezbe vagyok, amekkora kényelmes, és aztán tartsd meg. Itt is lehet lazán a láb, hogyha egy kis erővel szeretnéd aktívan végezni a gyakorlatot, akkor kinyújtod a térdedet, visszafeszíted a lábfejedet, és akkor lehet lassan nyitni a lábat és zárni. Nyit és zár. Nyilván itt is, ha ekkora terpesz megy, akkor akkorában csinálod. Hogyha nagyobb terpesz, akkor lehet jobban nyitni a lábat. Ezt is egy 8-10-szer, és aztán utána megkeresel egy kényelmes terpesz, kerescsontodat tolod a talajba, és aztán elkezdesz pici köröket rajzolni. Lehet ezt is lazalábbal, vagy aktív, visszafeszített lábfejjel. Lehet a köröket egyre nagyobbra méretezni, addig, amíg a csípő nem kezd el kattogni. És aztán mehet visszafelé. Aztán összezárod a lábakat, és leengeded. Tedd le a talpadra két lábad, karok megint oldalsó középtartásban, és lassan engedd le egyik irányba a térdeket, aztán a másik irányba. Ugye ilyenkor a fejet lehet ellentétes irányba fordítani. Ebbe is benne lehet hosszabban maradni akár, vagy lehet így légzésre, hogy kilégzés, belégzés, vagy belégzésre ott vagyok, kilégzésre átmegyek, belégzésre ott maradok, vagy fordítva, ahogyan kényelmes. Jó gyakorlást kívánok, ne felejtsd el, hogy nem vagyok ott veled, a csípőd mobilitását te ismered, te érzed, ahol fájdalmat, vagy nyilallást, vagy nagyon hangos kattanást érzel, ott fejezd be, és vedd kisebbre a mozdulatot. Amit nem használsz, azt elveszíted, tehát hogyha csípő problémád van, akkor is végezd ezeket a gyakorlatokat minden nap, és meg fogod látni, hogy egyre olajozottabb lesz a mozdulat, ugye ezzel tudjuk az izületek között ezt az izületi folyadékot, amiben így a csont meg a vápa szépen el tud csúszni, ezzel tudjuk elkezdeni termelni. Jó gyakorlást!